Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ez a különös dolgok extra harmadik része, és megint meg fogok mutatni néhány rövid videót a YouTube Shorts összeállításból. Különböző témákban én úgy gondolom, hogy ezek mindenképpen különösek és érdekesek. Bízom abban, hogy hasznosnak fogjátok ezt találni. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nem is húznám az időt, hanem le fogom játszani ezt a videót, olvashatjátok a feliratot a tetején. For 10 years, and it costs roughly $500,000. 4 years of undergrad, 4 years of medical school, 3 years of residency, and I'm now making it rain with $200,000 of debt. 532,342 hours, which equates to approximately 12 years. I'm in debt. I'm still in debt. I only had about $160,000 in debt, which is notably less than the average, but still a lot of money. 16 years. In school and training to be a urologist. I ended up with around $300,000 in debt. So in the UK, you have to go to medical school for around 5 to 6 years, and then there's about 10 years of postgraduate training to become a surgeon. And I don't even want to think about the amount of money I've had to spend to get here or the debt I'm yet to pay. It's been about 20 years until I've reached the most senior level here. $309,820 in student loan debt, a number that still haunts me to this day. After 14 years and $250,000 later, here I am, an interventional radiologist. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! Különösebb angol tudás nélkül is szerintem el lehetett igazodni, de nézzük meg, mennyi diákhitelt kellett felhasználni ezeknek az embereknek, hogy megszerezzék a diplomájukat. Ezen emberek mindegyike az orvostudomány területén helyezkedett el, illetve diplomázott le. El fogják magyarázni, hogy mennyi időt töltöttek ezzel, illetve mennyi pénzt költöttek el erre diákhitelből, illetve saját vagyomból. Én 21 éve hülye vagyok. Nagyjából pedig, hogy hol tartanak most. 10 év az első, és 500,000 dollár volt a költsége ennek. Hogy megéri-e, vagy nem, feltételezem, hogy még mindig megéri, bár hamarosan az orvosi szakma ugyanúgy, mint az összes többi, legalábbis ezen jellegű szakmák közül szépen lassan kiszorul, legalábbis az emberek kiszorulnak onnan, és átveszi a helyüket. A mesterséges intelligencia elfog a gyógyszert. Nagy rész. Sokkal egyszerűbb diagnosztizálni egy mesterséges intelligencia vezette szoftvernek, mint egy emberi személynek, hiszen az adatbázis, amiben dolgozik, sokkal nagyobb. 4 évet járt felsőoktatásba, aztán még 4 év orvosi egyetem, és aztán még 3 év rezidens, az azt jelenti, hogy 11 év. Kendet! És a végére lett gyermekgyógyász, és most rengeteget keres, de 200,000 dollár tartozása van. Ez a következő hölgy elmondja, hogy mennyi időt töltött el, míg bőrgyógyász lett, 532,342 óra, ami 12 év, és még mindig tartozása van, annak ellenére, hogy most már dolgozik. Viszonylag kevés tartozása van, 160,000 dollár, ami 14 év iskola után, és most végre szülésznőgyógyász. Ez a 160,000 dollár, ez még kevesebb, mint az átlag. Mondd a francba, tudd látni, hogy mi a helyes. Ez anesteziológus, ez a karakter, ami 16 oktatási rendszerben eltöltött évet igényel, a hölgy urológus, 16 év tréning, tanulás, és 300,000 dollár tartozása van neki. US military was basically faking these bomb tests to freak out the Russians. How did they fake it? They just did, yeah. So this is it? Well, so there's a, yeah. Okay, so here's the question, right? So what happened, okay, so this is great, okay, you'll love this. So what happened to the camera? You son of a bitch.
És én nem vonom kétségbe, hogy léteznek ezek a fegyverek, úgy értem, hogy ilyen nagy pusztító erejű robbanó szerkezetek, hogy most az úgy működik, hogy nekünk mondják, úgy használták, hogy nekünk mondják, ki tudja, de ezek alapján az Amerikai Egyesült Államok kormánya azért, hogy versenyezzen az oroszokkal, meghamisította ezeket a felvételeket. Gyakorlatilag A felvételeket készített atomrobbantásokról, és egyértelműen látszik itt is. Ugye a kérdés az, hogy mi történt a kamerával, amit már elmondott ezer ember előttem, hogy hogy lehetséges az, hogy itt egy atombomba felrobban, és semmi baja nem lesz a kamerának, meg a film is megy tovább, mintha mi sem történt volna. Ráadásul még egyszer ott van az autó a felvételen, előtte meg nincs ott 10 másodperccel. Ott az autó, de mielőtt felrobbant volna, ott meg nincs. De egy másodperccel később meg már ott van. Mikor felrobban, most látja mindenki, hogy ott van az autó a 5-ös alatt. Gyakorlatilag végre tudják hajtani ezt egy stúdióban, mint ahogy csinálják is. Mindaz, amit mi látunk a tévében, az egy hollywoodi produkció, amit elmondtam már ezerszer. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.